Mai vendégünk Balajti József, a Nagykunsági Környezetvédelmi Kft. Ügyvezetője. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hulladékkezelő központ megújítására nyílt lehetőség egy pályázat keretein belül. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, valóban. Az elmúlt években megújult a karcagi térségi szilárd hulladék lerakótelep, valamint ugyanennek a projektnek a keretében a tiszafüredi hulladékkezelő központ. Ez gyakorlatilag elég sok építési beruházást jelentett, eszközbeszerzéseket jelentett, különböző gépek, kukásautók kerültek beszerzésre, és ezek már munkába is álltak, ezek már néhány éve azért futnak. Tehát ez egy nyilván nagy projekt és egy elég több éven át tartó jelentős építési beruházással és eszközbeszerzéssel. Ennek már most a vége felé járunk, gyakorlatilag a építési beruházások megtörténtek, az eszközök dolgoznak, és jelen pillanatban most ennek a projektnek a keretében még egy szemléletformálási kampány indul el. Kapcsolódik is a kérdés, hogy miféle szemléletformálás indul el a lakosság körében? Természetesen ez a projekthez kapcsolódóan csak hulladékgazdálkodási témában indulhat ez a szemléletformálás. Ugye itt szeretnénk nagyon hangsúlyosan kiemelni a hulladék megelőzését, a hulladék képződésének a megelőzését. Persze ez ilyen elég nagy szavaknak tűnik, és elég könnyen ki tudjuk ezt mondani, de mi most szeretnénk, próbálunk néhány gyakorlati tanáccsal is élni ebbe a dologba, illetve gyakorlati tanácsot adni a térségben lakóknak, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, ezt a hulladék képződést, illetve ha már ténylegesen megképződik ez a hulladék, akkor ténylegesen hogyan tudjuk ezt helyesen kezelni, hogyan tudjuk helyesen szelektíven gyűjteni, milyen, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen tévhitek vannak esetlegesen a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, de mindenképpen próbálnánk egy lépéssel a hulladék képződése előtt járni. Tehát ez lenne a legfontosabb, hogy a szemléletformálással a megelőzést szeretnénk leginkább hangsúlyozni, utána pedig a helyes hulladékkezelést. Dobd ki a szemetest című kiadvány is jelent meg, amely több fejezeten keresztül taglalja pontosan azt, amiről ön beszélt. Például a reklámok szerepére is rátér a könyv. Milyen hatásokat gyakorolnak a reklámok a televízió képernyőjén keresztül ülő emberek előtt? Mennyire tudnak ráhatni, hiszen ugye a reklámokból sokat hallunk a reklám területen, hogy azért egyfajta ható hatása van. Hát természetesen, hiszen a reklámok ezért készülnek, ez a céljuk, hogy ugye vásárlásra, fogyasztásra generálják a kedves fogyasztót vagy a vásárlót, és hát sok esetben egy jól sikerült reklámmal azért rögtön úgy érezzük, hogy ez azonnal kell nekünk, és lehet, hogy nem is gondoljuk azt végig, hogy milyen egyéb más hatásai vannak egy-egy terméknek vagy egy-egy árunak. Itt egyébként majd itt ebbe a szemléletformás sorozatba erre is kitérünk, mert van egy ilyen úgynevezett láthatatlan hulladék, ezt így nevezik. Ez gyakorlatilag az a fajta hulladék, ami egy termék gyártása során, mi ezt nem látunk fogyasztók, mi csak a terméket látjuk, de nem tudjuk, hogy mondjuk egy egyszerű mobiltelefon gyártása során is akár 86 kiló egyéb más jellegű hulladék is képződhet. Tehát vannak ilyen úgynevezett láthatatlan hulladékok minden egyes termék mögött, amit mi most szeretnénk egy picit megmutatni, és szeretnénk egy picit felhívni a figyelmet arra, hogy gondolkodjunk el ezeken a dolgokon. Természetesen mindannyian fogyasztunk és mindannyian vásárlunk, és természetesen nem mondhatjuk azt, hogy most teljesen vásárlás és mindenféle termék nélkül élhetünk. Sajnos még azt sem mondhatjuk, hogy teljesen hulladék nélkül élhetünk, hiszen sok esetben maga a gazdaság vagy maga a kereskedelem nem kínál erre alternatívákat, hogy megtaláljuk, de nagyon sok esetben ott vannak ezek az alternatívák, amikre esetleg hétköznapi emberként nem gondolunk. Pont ezeket szeretnénk mi megmutatni. Sajnos mi sem vagyunk ebben olyan nagyon nagy tudósok, de van azért néhány úttörője már itt a világban, illetve Magyarországon is, és ez a könyv, amit említett, ez pont az is, hogyha megengedik, akkor megmutatom ezt a könyvet. Tehát ez a könyv, ez a Tóth Andi nevéhez kötődik, ezt ő készítette ezt a könyvet. Ennek a könyvnek a címe a Dobd ki a szemetest, és ebben klasszikusan olyan gyakorlati praktikák vannak, sőt bizonyos dolgoknál még a gazdasági megtakarításokat is minden fejezetbe kielemzi, hogy egy-egy háztartás, hogyha egy kicsit odafigyel arra, hogy kevesebb hulladékot termeljen, akkor utána még egyfajta kis jutalomban is részesül, mert sokat meg tud takarítani. Tehát ez egy nagyon hasznos kis kiadvány, egyébként most a szemléletformáló kampányunk során ez a kiadvány ez hozzáférhető lesz, sőt akár úgy is, hogy ezt gyakorlatilag ilyen résztvevők között sorsolással meg is lehet majd nyerni, és haza lehet vinni.
Egyébként adódik a kérdés, hogy az elmúlt évek statisztikai adatai alapján mennyivel változott, mennyiben a helyzet? Hát pontos statisztikát nem fogok tudni mondani. Pontosan azért én a magunkét látom leginkább. Nyilvánvaló a fogyasztás és sajnos az azzal járó hulladéktermelés az mindenképpen növekszik. Itt nálunk a térségben azt látom, hogy most az elmúlt időszakban volt egy kis változás, egy kis átszervezés, különböző regionális átszervezések voltak. Hozzánk mindenképpen több hulladék jön be, de amit leginkább látunk és leginkább szembetűnő, és majd most a szemléletformáló kampány során is meg fogjuk mutatni, mert lesznek nyílt napjaink is egyébként a hulladéklerakón, tehát kijöhetnek a családok, vagy az érdeklődők kijöhetnek egy buszos kirándulással, biztosítjuk nekik, hogy ki tudjanak jutni a hulladéklerakóra. Természetesen, aki egyénileg ki tud jönni, az egyénileg is megteheti. Ez elérhető lesz Karcagon is, illetve Tiszafüreden is ez a lehetőség, és akkor ott meg fogjuk mutatni, és meg fogják látni az emberek is, hogy sajnos a vegyesen begyűjtött kommunális hulladékba is rengeteg olyan anyag van, szemmel látható, sőt ezt látjuk a legnagyobb volumenében rögtön, hogy rengeteg olyan fólia, papír, ami nem olyan erősen szennyezett, tehát mindenképpen helye lett volna a szelektív hulladékgyűjtésbe, csak sajnos nem figyelünk erre még kellőképpen oda, és ha már megképződött is az a hulladék, akkor sem figyelünk elég jól arra, hogy az ténylegesen a szelektív gyűjtés rendszerébe kerüljön vissza. És pontosan témánál vagyunk, hiszen a szelektív hulladékgyűjtés évek óta előtérbe van helyezve, és vannak nyilván erre a célra alkalmas hulladék lerakó edények is. Mennyiben változott, mennyiben jobb? Nyilván itt az lenne a cél, hogy minél inkább többen használják a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. Mi a tapasztalat? Egyre többen használják, tehát azt kell mondjam, hogy egyre többen, sőt azt is kell mondanom, hogy egyre többen jól használják. Tehát egyre jobban megszokták az emberek. Itt nálunk már 2009 óta megy egyébként ez az elkülönített hulladékgyűjtés, ez a szelektív gyűjtés. Nyilván ez már egy egész hosszú idő ahhoz, hogy szépen tapasztalatokat szerezzenek a lakosok. Egyre több edény van, ebbe a pályázat keretébe is további edényeket helyeztünk ki, és még szeretném is jelezni, hogy még van is edényünk. Tehát aki szeretné igényelni, az tudja igényelni nálunk a Petőfi utcán, tehát az ügyfélszolgálati irodánkba, lehet ezt igényelni, és akkor megkaphatja a háztartásba a sárga merevfalú gyűjtőedényt. Tehát nem kell már zsákba gyűjteni, hiszen azzal is egyfajta hulladékot generálunk, hanem akkor eleve a sárga színű gyűjtőedénybe lehet ezt gyűjteni, és akkor az megfelelően a szelektív gyűjtési rendszerbe bekerül a hulladékkezelőhöz. Nyilván ez a projekt a szemléletformálásról nagyban szól, de hol a lakosságnak a felelőssége? Tehát nyilván itt a prevencióra értjük. Igen, tehát itt mindenképpen a megelőzés a legfontosabb. Nagyon nagy szerepe van a lakosságnak, természetesen nagy a felelőssége is. Mikor érdemes egyébként elkezdeni odafigyelni erre? Már milyen korban? Milyen korban, igen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak erre. Tehát természetesen a felnőtteket is lehet formálni, és célunk is a felnőttek formálása is, de szeretnénk most eljutni, és el is jutunk az oktatási intézményekben, már egészen a kicsit, tehát már az óvodákhoz eljutunk, óvodákhoz, általánosiskolákhoz, középiskolákhoz. Az óvodákban nagyon jó munka folyik egyébként ezen a téren, tehát nagyon ügyesek és kreatívak az óvónők, ők rengeteget foglalkoznak ezzel a témával, és szerintem ez néhány év múlva ennek meg is lesz a látszata, tehát a gyümölcsét mindenképpen fogjuk élvezni, de mi is próbálunk erre egy kicsit ráerősíteni, óvodákban, iskolákban, tehát ez majdnem olyan ez is, hogy nem elég korán kezdeni szinte. Nyilván nem lehet ezt mondani, mert azért még a egészen pici gyerek nehezen fogja ezeket a kérdéseket, vagy ezeket a témákat, de a gyerekek nagyon szeretnek szerintem szelektíven is gyűjteni, érdekli őket a komposztálás is, és most itt a szemléletformálás során is próbálunk egy kicsit hozzájuk is úgy egy picit úgymond kedveskedni, hogy itt most nekünk a szemléletformálás kapcsán a kabalánk is a kukabreki lesz, akit majd későbbiekben meg fogunk mutatni. És ez mindenképpen minden iskolába el fog jutni, és én szeretném majd a gyerekeket arra biztatni, hogy minél többet találkozzanak majd kukabrekivel. Szerintem minden óvodában, iskolában ott lesz majd kukabreki, és több rendezvényen meg is fog jelenni. Én megköszönöm, hogy stúdiónk vendége volt, és ezeket a nagyon hasznos információkat elmondta nézőink számára. Köszönöm szépen, és legyenek válogatósak, gyűjtsenek szelektíven, illetve figyeljünk oda a hulladékképződésre. Köszönöm szépen. Köszönjük.